Újabb fél évvel meghosszabbíthatja a kormány a háború miatt elrendelt veszélyhelyzetet. Erről délelőtt döntött a parlament. Közben szakértők szerint az EU és a NATO vezetői lassan lépésről lépésre készítik fel az európai közvéleményt a háborúra. Előbb csak nyilatkozatok szintjén beszéltek az Oroszországgal való összecsapás lehetőségéről, most pedig már katonákat is mozgatnak Európa szerte. Mintegy 200 német katona indult hétfőn Litvániába. A feladatuk, hogy előkészítsék a terepet további német katonák fogadására. Németország litvániai nagykövete kijelentette, Berlin hamarosan mintegy 5000 katonát küld és állomásoztat majd tartósan a balti államban. Döntésünk, hogy a dandárt állandó jelleggel a NATO keleti szárnyára telepítjük, példanélküli. Egyaránt vállaljuk a felelősséget és a vezető szerepet a NATO-ban, mondta Cornelius Zimmermann. Berlin több évtized után hozott ilyen döntést, ugyanis a II. Világháború óta mostani lesz az első alkalom, hogy német katonák folyamatosan külföldön állomásozzanak. A német védelmi miniszter még a múlt héten jelentette be a Bundeswehr átszervezését is. Boris Pistorius arról beszélt, a német hadsereget hadrafoghatóvá kell tenni. A célunk az, hogy a Bundeswehrt úgy alakítsuk át, hogy vészhelyzet, védekezés és háború esetén is optimálisan helytálljon. Mindannyian tudjuk, hogy a fenyegetettségi helyzet Európában fokozódott, mondta Boris Pistorius. Ukrajna katonai támogatásának fontosságáról beszélt Antony Blinken, amerikai külügyminiszter, miután brit kollégájával találkozott Washingtonban. David Cameron pedig a katonai szállítások folytatása és a NATO szerepének növelése mellett érvelt, mert szerinte Ukrajna így győzhet. Megvizsgáljuk ezt az ukrajnai missziót is, hogy a NATO hogyan tudna többet tenni a koordináció érdekében, és hogyan tudná segíteni ezt az országot a harcban, mondta David Cameron. Napról napra éleződik a szembenállás a NATO tagállamok és Oroszország között Ukrajna miatt. A Kreml szóvivője nemrég arról beszélt, már a NATO is belekeveredett a konfliktusba. A kapcsolatok Oroszország és a NATO között már a gyakorlatilag a közvetlen konfrontáció szintjére csúsztak, fogalmazott Dmitrij Peszkov. Moszkva a napokban nagyszabású hadgyakorlatot tartott, amelynek célja a hidrogénbomba hordozására is alkalmas járszarakéták elleni szabotázsakciók megakadályozása és a harc begyakorlása volt vegyi támadás esetére. Az orosz-ukrán háború tovább terjedésével fenyegető folyamatok Emmanuel Macron februári nyilatkozatával vettek új lendületet. A francia elnök ugyanis arról beszélt, nem szabad kizárni, hogy nyugati csapatokat küldjenek harcolni Ukrajnába. Bátran ki kell mondanunk, készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön, mondta korábban a francia elnök. Emmanuel Macron mögé azóta EU-s és NATO tagországok, köztük a balti államok, Csehország és Lengyelország vezetői közül többen felsorakoztak, sőt szakértők szerint a NATO főtitkár sem veti el a nyugati beavatkozás lehetőségét. Növekszik a félelem Lengyelországban a háború tovább terjedésének lehetősége miatt, számolt be a Magyar Nemzet egy felmérésről. A lap kiemeli, a lengyelek 83%-a úgy véli, az orosz-ukrán háború veszélyt jelent országukra, és többségük arra számít, hogy néhány éven belül összecsapás jöhet a NATO és Oroszország között. Egyfajta lassú puhítási folyamat vegy végbe az Európai Uniós tagállamok vezetői között. Félő, hogy a meggondolatlan nyilatkozatok és katonai lépések elhozhatják a nyílt konfliktust a Nyugat és Oroszország között. Erről beszélt a 21. század intézet vezető elemzője. Halkó Petra úgy fogalmazott, a NATO és az EU vezetői a szövetségek alapvető értékét, a béke fenntartását is felrúgják azért, hogy pénzzel és fegyverrel támogathassák Kijevet. Az Európai Uniós vezetők még valóban egy háborús retorikát folytatnak, hangsúlyozzák azt, hogy hogyan lehetne valójában ezt az orosz-ukrán háborút minél hosszabban elnyújtani és tovább eszkalálni. Addig az Európai Uniós polgárok sokkal inkább egy stabilitást szeretnének, biztonságot szeretnének, és az, hogy békével záruljon, mi hamarabbi békével záruljon ez a konfliktus. Magyarország a háború kitörése óta következetes álláspontot képvisel, fegyvert és katonát sem küld a konfliktusba, illetve mielőbbi fegyverszünetet és béketárgyalásokat sürget.